A tudatos életmód ma már elengedhetetlen a környezetünk megóvásának érdekében, hangsúlyozzák a szakemberek. Az első környezetvédelmi világkonferenciát 1972. június 5-től 16-ig Stockholmban tartotta az ENSZ. Attól kezdve a környezetvédelmi világnap célja, hogy széles körben is felhívja a társadalom figyelmét a környezetszennyezés és a túlfogyasztás következményeire. Azok a környezeti problémák, amik minket nap nap körülvesznek, az idő elteltével csak fokozódnak. Emlékeztetett Benedek Miklós. A környezet és klímavédelmi referens szerint mindenkinek az egyéni felelőssége is, hogy vigyázzon a környezetére. A környezetvédelemhez, és főleg most már azt, azt kell mondanom, hogy a saját maga egészségéhez nagyon fontos az, hogy tudatosan kell vásárolnia, tudatosan kell, kell, elkészíteni az ételeket, tudatosan kell élnie, tudatosan kell különböző dolgokat fogyasztania, mert ez nagyon-nagyon lényeges. Nem csak magánemberként, az élet minden területén fontos a környezet tudatosság. Ciráki László, a Délzalai Víz és Csatorna Zrt. vezérigazgatója elmondta, Tevékenységük során nagy hangsúlyt vektetnek arra, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi követelményeknek. Nagyon fontos nálunk a környezetvédelem, hiszen az elvezetett szennyvizeket megtisztítjuk, és a természetes vízfolyásokba bocsátjuk ki, és ugye ezeknek a kibocsátott szennyvizeknek a határértékeit folyamatosan mérjük, és csak határérték alatti szennyvizeket bocsáthatunk ki, úgyhogy a környezetvédelem az nálunk elsődleges itt a cég működésének a tekintetében. A szakértők fő célkitűzései közé tartozik, hogy az emberek együtt gondolkodva, egymást támogatva közösen tegyenek a fenntartható fejlődésért.